You're on my mind even when I sleep. One of a kind, you mean around to me. I build my life around you now, yeah. You are the cure, my secret remedies. I finally found the missing puzzle piece. I build my world around you now, yeah. I'm loving you more than life, it's needless to say. You're both my DNA. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Újabb Angliában horgászom része jelentkezem. Megérkeztem a vízpartra, teljesen üres a tó. Becuccoltam, hát igen, ez a sport része. Sokak szerint a horgászat nem sport, hát nem elég cucca mennek horgászni, azt mondom. A mai nap a rakósbottal fog horgászni, hátam mögött az új Daiwa DS300-as. Ezt egy kicsit később be fogom mutatni. A héten vásároltam, tegnap töltögettem be a cuccokat. Egyébként nagyon praktikus, nagyon meg fogja segíteni a rakósbotos horgászatomat. De erről elcsúszhat kicsit később, kipakolok. Gyönyörű idő van, mint mondtam, üres a tó. Úgyhogy nekilátok készülődésnek. Előpakolok, kipakolok. Aztán eltöltögömet keverünk, megmutatom milyen csalikat hoztam mai napra, pelleteket. Majd sorba vesszük őket. Ejtsünk pár szót a ládára, ahogy ígértem. Tehát még egyszer, ez egy Daiwa 300-as D300 SB típusú láda. Láthatjátok, hogy ilyen kis kerekekkel van ellátva, illetve mint egy ilyen talicskát végül is lehet tolni. Ez nagyon-nagyon jó, mert elég nehéz a láda. Nyilván a ládának funkcionalitása, hogy megtartson egy nehéz rakósbotot is, hogyha nem ülünk rajta. És hát azért elég strapabíró anyagokból van, tehát nem egy ilyen ócska láda, úgy gondolom. De hogy ezt hogy is vesszük használatba, jelentem most először teszem. Tehát ha valamit nem jól csinálok, akkor azt nézzétek el nekem. De megpróbálom alapszinten bemutatni, hogy én hogy veszem ezt végül is igénybe. Hogy kezdünk ebben horgászni? Ez is le kell szedni ezeket a tartókat. Egyszerű csavarok fogják, tehát csak le kell csavarni és le lehet őket venni. Másikat is. Ezzel maga a két tartó az megvolt. Itt vannak még rajta nekem különböző cuccok, pár bottartó, rajta van a ponymatrac, itt vannak a csalik, amiket majd be fog mutatni, CSL, egy kis giliszta, majdnap a szent etetőanyagom, egy rosta, és még elfér benne egy kis asztal is. Itt ezt le kell venni. Ez az első bottartó csak szállítás miatt én úgy tettem oda, hogy ezt most leveszem. És akkor a hátsó lábakat nyitom, hogy lefixáljam az egészet. Így. És akkor levesszük a kerekeket. Róla. Egészen egyszerű. Levesszük a másikat is. Levettük a kerekeket, és akkor be kell állítani a ládát majd egy bizonyos pozícióba, ami nekem megfelel.
elfordítjuk a ládát. Tehát itt láthatjátok a stégemet végül is. Ez lesz majd a horgász pozíció. Ugye itt láthatjátok a lábtartó részt. Ez maga ugye az ülés része. De hát még azért be kell kicsit finomítgatni. Akkor ugye rátesszük a bottartót. Beállítom a kellő magasságba, hogyha oda jutottam. Körülbelül így fog ez kinézni. Valahogy. Körülbelül így fog ez kinézni majd. És akkor miután összeraktuk, kicsit próbáljuk ki, hogy jó-e. Stabile. Nem fog beesni a vízbe, úgy tűnik. Így fogom tartani a botot, arrafelé, és ide fogom letámasztani. Ez egy jó nap lesz, remélem. Egy kicsit a láda most magasnak találom. Ezen még majd lehet, hogy fogok változtatni. A mai napon ismét ezzel a Shakespeare bottal fogok horgászni. Megmutatom nektek. Ő az. Egy Pro Power név alatt futó bot. Már szerintem mondtam, ez egy kezdő bot. Tehát 8 méter volt, szerintem már nincs 8 méter, ugye vissza van vágva. Nem mértem meg, lehet, hogy egyébként 8 méter. De inkább szerintem olyan 7-70 lehet, 7-50. Ahhoz képest nagyon nehéz, de mielőtt vásárolnék egy jobb botot, előtte azért gyakorlok ezzel a bottal, arra tökéletesen jó. Elég sok halat fogtam már vele, itt ezen a helyen is, múlt héten is. Dévéreket fogtam, illetve keszelyeket, bodorkákat, sügeret is fogtam. Sajnos nem jött ponty, múlt héten vízközt horgáztam itt leginkább. Mai napon ezt el szeretném kerülni, és lehet, hogy egy elég unalmas, kiülő speca lesz, de pontyot szeretnék fogni végre rakosbottal, mert azt még nem sikerült, illetve a múltkor részben a kis pontyot fogtam vele, de egy 2-3 kilós pontyot szeretnék már ezzel a bottal kifárasztani. Kíváncsi vagyok, hogy egy sárga hidrogumi hogy működik, illetve hogy boldogulok egy 2-3 kilós halnak a kironásaival. Nagyon szeretnék majd pontyot fogni. Ehhez mérten válogattam össze a csalikat, amiket majd hamarosan bemutatok, de előbb összerakom a botot. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy hogy is kell összerakni egy ilyen botot, akkor ezt is nézzük meg, ha már itt vagyunk, ugye. A botnak a egyik végén és a másik végén is van egy ilyen gumidugó. Ez eléggé passzántosan van rajta, nyilván ennek értelme van, hiszen ha lecsúszna, akkor mit sem érne, csak azért kérdezem én, hogy ez miért ennyire passzantos. Itt vannak benne a tagok. Most a rakós botnál tudni kell, hogy ugye mivel, mint minden botnál, ez nem teleszkópos bot egyébként, tehát nem ezt a fejét kell kinyitni, mert errefelé láthatjátok, hogy nem csúsznak ki a tagok, csak egy bizonyos ideig. Itt van egyébként a spic tag. Tehát ezt vissza kell dugózni, és a másik oldalról kell megkezdeni a tagok kiszedését. Így jönnek ki a tagok. Minden egyes tagon rajta van, hogy hányadik tag. Ez a 6SEC, ez a 6 section. Itt láthatjátok, hogy rá van írva, hogy 6. szekciója botnak. Ezeket szépen ki kell szedegetni. Ugye ezt hívjuk nyíltagnak, festett, és akkor itt van ez a 7-es. Nem tudom, látjátok, ez a 7-dik,
ez már jön ide. Illetve nem. Mert ugye vissza kell dugózni a végét. Mert ez a vége. És le kell újra szedni az elejéről a dugót. Tehát az első, a hetedik, ezt mindjárt úgy is fogom föltenni, hogy látszódjon a felirat. Ilyen rakós alapon működik. Tehát ez nem úgy van, mint a teleszkópos botoknál, hogy a vastagabb botból jönnek ki a vékonyabb tagok, hanem itt egymásra téve jönnek. Tehát így itt illeszkedik a két tag egymásba. Ez a put-over rendszer egyébként. És így sorba szépen össze kell rakni a tagokat. Jön a hatodik, illetve az ötödik, és így tovább. Tehát következik a hatos, és így tovább szépen összerakjuk a botot. Miután felkerült a négyes számú utolsó tag, amit nem oldok, bár most lehet, hogy egy négy tagos topszet kell, mert elég mély a víz. Ugye jelen esetben ez a hármas, ez a kettes ezek szerint, ugye, hogyha így nézzük, és a spic tagból mindössze ennyi van, mert ugye a gumizás véget vissza lett vágva. Tehát amit eddig láthatatok részt, abban ezra kis topszette horgáztam, mert elég volt. Tehát ide is tettem egy szigetelő szalagot, innen tudom kezdve horgászni, hogy itt kell a botot megbontani, most pont hátrastana. De most lehet, hogy majd a következő tagnál kell bontanom, mert hogy mély a víz. Azt hiszem, hogy betettem a ládának a végleges pozícióját. Láthatjátok, hogy szépen alapállásban vannak a lába, tehát nincsenek kiemelve a földtől. Beraktam a botomat, ugye. Láthatjátok, hogy olyan 20 centire van szerintem a spic körülbelül a víztükörtől. Ezen még a állítható első bot tartóval esetleg majd tudok korrigálni. Egyelőre nagyjából hátszelem van, bár inkább egy picit hátulról és jobbra fúj, de így lett össze a láda. Hát azért nem olyan egyszerű ezt beállítani, de így, hogy hat lábon és mindegyik állítható duplán, tehát a teteje és az alja is, és erős csavarók vannak rajta, azért ez egy jó kis láda. Na de kezdjünk hozzá, hogy mit is hoztam akkor a mai napra. Illetve előbb még összerakom a asztalkát. Összeraktam tehát a kis csalizó asztalkámat is. Nézzük, hogy mit terveltem ki a mai napra a halak ellen. Előttem található 1, 2, 3, 4, 5, tulajdonképpen 7 dolog. Nézzük sorba, hogy melyik mit akar. Van nálam fél kiló ilyen halas korszpellet. Ezt így hívják, hogy korszpellet. Halas illata van, világos barna színű, vízben jól oldódik gyorsan. Ez ilyen 8-10 mm-es, mert nem egyforma látszik a mérete. Ezt szánom egy etetésre. Van ebből a pelletből ugyanolyan, csak ez 6 mm-es, ez is fél kiló pont. Ezt mérlegeltem. Ebben a kisebb tálkában SBS M2-es pellet van. Ez egy ilyen véres halas cucc. Édessel nem nagyon készültem a mai napra, direkt nem akarok nagyon keszeget fogni. Van nálam jó kis giliszta. A csontik, ugye. Akkor ilyen hard cuccok is vannak nálam. Van ez a CSL pellet, illetve van nálam 20 mm-es
grilles és 20-as halibut pellet. Ezeket be akarok majd dobni egy ilyen otthagyós botot ide oldalra, hogy hát a fogok egy pontyot, hogy a két bottal lehet horgászni, de nem arra fog koncentrálni, illetve a mai napra végül is egy ilyen ezt az F1-es etetőanyagot keverem be. Egy picit azért édes, tehát ez egy édes halas keverék, sötét színű, tehát semmiképp nem nagyon szeretném felkelteni a kisebb halak érdeklődését. Annyi lesz, hogy ez a fekete etetőanyagnak a tetejére majd ugye a pelleteket, hogyha beszórom, az már ad egy kontrasztot. Illetve a pelletek mellé hoztam doboz csemekkuricát, és abból fogok még szórni. Tehát lesz egy ilyen édes halas etetőanyag ágyam, és azon ugye lesznek még a pelletek, ami már más színű, és ami még egy picit még ugye a sárga, az még kontrasztosabbá fogja tenni a keverékemet. Erre gondoltam ma, hogy ezt fogom kipróbálni. Meglátjuk, hogy mennyi leszek eredményes. Etetőanyagot, hogy be fogom keverni, és majd le is fogom rostálni. Kezdjünk neki. Elkészültem. Megmértem a medret. Hát ott tartunk, ugye, hogy most jelenleg a... Meg is mutatom nektek, hogyha nem verem le a fát. Hogy ide az ötös sectionnek az alja van beakasztva a horgom. Tehát egy elég mély a víz, ami azt jelenti, hogy összesen ugye kettő tag maradt hátul, plusz a festett nyíltag, tehát összesen három tag. És ugye egy, kettő, két egész tag és a teljes topset van fönt. Tehát hogyha én vagyok ugye 1,80 magas, akkor biztos, hogy 3 méter körül a víz. De mondtam, a fenéken szeretnék horgászni, ott fogom kezdeni a pecát, aztán hogyha nagyon nem akarnak a halak enni, mivel szép idő lesz ma, azért valószínűleg fel fognak jönni víz közé a pontyok is. Kicsit napozni itt Angliában minden nap napos idő az kincset ér. Gondolom ez a halak is így vannak. De megpróbálkozom a fenéken, hát a fogom halad. Hát ezt nem is hittek el. Most dobtam be. Épp kezdtem öcsémnek írni, hogy most tudtam bedobni. Erre kihúzta a gumit a hal. Első dobás. Szerintem egy dévér egyébként. Nem tudom, hogy jól láttam-e. Minden erőbítek. Olyan, mintha az oldalában nem hangolod. De megvan az első halam. Ott van, oldalában van a horog. Ez elég érdekes. Itt van a oldalában a horog. Ő az első halacskám. De hát volt egy kapásom. Azért ez biztató. Ekkora csonti csokrot tettem rá. És még hoztam rongyot is. Az a mekkora nem mindegy. Mondom, az első a kukoricával, szerintem egy dévér.
Ilyen szép. Azért ez már egy jó szép hal. Itt szálljuk. Gyorsan be is csajzok újra. Még itt. Itt van rajta még a, ami megmaradt. Vissza. Ez egy egészen puha egyébként, ez a sima bolti kukorica egyébként. És ahogy én szoktam ilyen csalizást csinálni, én sokkal jobban szeretem, hogyha nem egy szem van a horgon, hanem a több szem így elhatárolódik egymástól, így. Egy nagyon finom falat. Mégis kim van a horoghegye. Szakáll nélküli horog. Ezt fogom most betolni. Egy kis etetőanyagot szeretnék bekeverni. Ugye ez a F1-es szónubér etetőanyag. Nagyon szeretem. Olyan kellemes, mégis édes, halas, olyan jó minőségű illata van, tehát aki szagolt olcsó halisztes etetőanyagot, az tudja, hogy az milyen. Aki szagolt jó minőségű halisztes etetőanyagot, mint például ez, egyszerűen hihetetlen. És a másik, én több olcsó halisztes etetőanyagot horgáztam már, és azok olyanok, mint a por, szárazak. Ez pedig már így kibontva is látszik rajta, hogy egy picit, mintha nedves lenne. Pedig hát ugye most bontottam ki. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó alapanyagok vannak benne. Horgáztam már ezzel a keverékkel a Bradshaw Fishery 4-es tavon, úgy emlékszem. Az egyik Angliában horgáztam az első, vagy a második részben. Ott is láthatjátok, hogy eredményes a keverék. És ehhez a Dynamite Base-nek a CSA aromáját fogom hozzá keverni. Hát persze nem mindent, mert ez, azt hiszem ez 1 liter. Ebből fogok csak hozzá keverni egy keveset. Szóval ebből a CSA-ből fogok hozzáönteni a keverékem, ez egy keveset. Nem sokat. Csak azért, hogy azért mégis kapjon valami kis ízt. Ráöntöttem a CSH-t, nem tudom, látjátok-e. És ezt el fogom keverni. Most ezt miatt elkezdem keverni, lekapcsolom a kamerát, mert utána azzal a kézzel nem tudom jól lekapcsolni. Ezzel az etetőanyaggal szeretnék egy kicsit, nem sokat, de egy picit szeretnék minden bedobásnál egy ilyen diónyit bejutatni, hogy hát ha ezzel az ízzel közel tudom csalni a pontyokat, esetleg kárászokat, meglátjuk. Akasztottam megint egy halat. Dévér lesz. És akár milyen. Nem látjátok ti a felvételről.
Nézzétek, milyen szép. Milyen szép vagy. Egyetlen egy szem kukoricát tettem most fel. Csontit sajnos nem tudok használni egyáltalán, mert akkor azonnal megeszik a kis halak. Most meg fogom próbálni gilisztával, hát ha fog egy pontyot. Azon, amit tartottam, hogy bármit teszek, mert jönnek a keszegek. Itt az újabb keszegem, a számba. Szépek egyébként. Csak nem ezt akarom fogni. És ugye tettem rá gilisztát, de hát ez is csak keszeget hoz. Most megpróbálom újra a pasztacsalit, hát egy ilyen Dynamite Bait pasztám van. Ilyen zöld színű. Megpróbálom most ezt. Hordom az első jobb hal. Azt hiszem magám is. Nézzétek csak ott. Nem tudom, látszik, hogy múlik a gumi. Megint egy dévér, csak a... Megint beakadt az iszonyába. Van. Ilyen gyönyörű, szép dévér. Ide volt beakadva alulra neki. Pedig már azt hittem. De fogtam a gyönyörű dévért. Itt van a merítőbe. Ezt mondtam nektek. Csontival egyébként. Ekkor a dévért fogtam, ezt nézzétek. Gyönyörű, szép. Szeretném nektek megmutatni az elmúlt 5 perc termését. Egyiket rakósbottal fogtam, másikat az úszóssal. Hát ezt így kell csinálni, kérem. Hát akkor engedjük is vissza őket így párosával. Ahogy ússzanak. Két nagyon szép hal, nézzétek. Menjetek. Kifelé, nem befelé. Úgy. Mindenit.
elég lehűlt a levegő, de úgy néz ki, hogy horgom az első ponty. Ezen a kis bolnyisboton. Előbb dobtam pont újra, és ahogy letettem a botot, azonnal elvitte. Egy szem kukorica van rajta. És szerintem... óvatosnak kell lennem azért. Az a kis fiatos. Ezt már szeretem azért. Nagyon küzd még azért. Annyi rossz idő lett, hogy a délelőtti csodás napból undorító hideg lett már felhőkkel, már jó ideje egyébként. Ezt a úszósra nagyon sokszor újra dobtam, mert mindig elúszik ide elém. És most dobtam újra tényleg is. Hát ez nyilván szerencsém volt, mert valószínűleg az óra előtt süllyedt le a kukorica, és észrevette, és elkapta. De hát ez nem baj. Hát ez egy gyönyörű ponty. Ekkorát itt még nem fogtam. Ekkorát itt még nem fogtam, úgyhogy... itt az a bokor. De még nem akarja amúgy annyira, de nem tudom, hogy tudjam a kamerát, hogy mindent lássatok. Ez azért szép lett volna, hogyha a rakós rakott volna rá. Azt a mindenit! Hát ez nagyon nehéz! Azt a... Basta mindenit.
gyönyörű szép. Micsoda. Gyönyörű. Ezt néztem, mekkora. Oh, mekkora azt fogtam. És nem tartom így ki, hanem azért tényleg nagy. Gyönyörű szép mintázata van. Istenem. De szép. Gyönyörű, ilyen hosszúkás. Azt a mindenit. Hát ezt már meg kéne mérni. És akkor... nézzük, mivel van. Csak megjött, itt ülök reggel 7 óta, 8-kor kezdtem horgászni, most van 4:45. Csak megjött egy, igaz, hogy nem a rakóson, de még nincs vége. Akkor rakósba dozzunk egy kicsit. Felcsöröztem a horgot, 5 szem csonti lesz a csali. Látjátok, ez a cserkelő speca azért. Bár ez most nagy volt, nem? Egy gyönyörű dében lesz, látom. Na igen, hát ez vagyok én. Ha egyiken nincs kapás, akkor csinálom a másikkal. Hú, de jó. Hú,
Ekkora dévér. Gyönyörű, szép. Kósa és a pontjának. Erre vártam egész nap. És másik bottal foglalkoztam. Hát ha ezt kifogom, ez lesz a bónusz. Kellett tennem egy tagot, mert nagyon jó erőben van. Semmiképp nem akarom elveszteni.
Megvan a pontja. Micsoda szeres, gyönyörű, szép, különleges színben pompázik. Ez koi ponty. Gyönyörű, szép, hosszúkás, nyúlga formájú. Gyönyörű, szép az uszonya. Ezt nézzétek. Hát ez egy igazi rakósbotos nagy pontyom. Ebbe a hidegbe. Gyönyörű, szép. Gyönyörű, szép. Gyorsan visszaengedem. Hát igen, ez a Bacon View, tipikusan délutáni esti halak, azután a gyönyörű ponty után fogtam még ilyen igazi, gyönyörű szép darozsmás dévért, mert közben pakolok, mert azért már menni kéne haza, de azért, ameddig van még idő, addig horgászom. Véget ért már a horgászatom. Nem szeretem egészen kicentizni, nincs is most még megbeszélve, meddig lehet horgászni, de úgy gondolom, hogy így, nem is tudom mennyi az idő. 7:30 tájékán azért már így kell menni. Ennyi, befejezem mára. Összegezzük a dolgokat, ugye rakósbotta horgáztam, illetve melléktevékenységként szórakoztam a kis bolisbotommal, ami végül is megértem, hozott egy gyönyörű szép pontyot, egy különleges mintázattal, aztán azt még meg tudtam fejelni a rakósboton, végre fogtam egy pontyot, az meg egy gyönyörű koi ponty volt. Én úgy gondolom, hogy életemben ennyi dévért, keszeget nem fogtam, tehát ez a rakósbot, én tudtam, hogy ez egy nagyon hatékony módszer, nem véletlenül vettem én is egy ilyen starter botot. Úgyhogy nagyon jó, ez a ládával így együtt nagyon jó, sokkal kényelmesebb a horgászat, nem kell egész nap tartani ezt a nehéz botot. Nagyon jó volt igazából, csalikat tekintve a koi ponty egyébként csontival jött, azt nem mondtam a videóban. Az a másik ponty ugye az egyszem kukorica volt rajta, egyébként egész nap próbálgattam mindenféle csalit, a soft pelletektől kezdve az a kétszínű ananászos, tudjátok melyikről beszélek, az is működött, csont is működött, a soft pellettekkel is fogtam halat, azzal a húsos kis mini bolyóval is fogtam halat, úgyhogy olyan csali, ami favorit lett volna, talán itt, ezen a tavon én a csontit tudnám kiemelni. Tavaly is, a múltkori horgászatomkor is, ha csak csontival jönnek ide horgászni, szerintem akkor is eredményes lennék, csak én nem annyira vagyok ilyen, hogy egy lapra felteszek mindent. Mindig szeretek több szálon lenni, hogy ne csak egy valamin függjen a fogási eredményem. Ez egy jó nap volt, újra a Bacon View-n, nem véletlenül járok ide vissza. Végülis fél órára van kocsival, 6 font a jegy, hibátlan, mindig fogok halat, van benne dévér, ponty, koi ponty, elvileg tokhal is. Ez egy jó hely, ezt megtaláltam, szeretem. Mondjuk a péntek van ugye, mert éjszakai műszakos voltam a héten, és ma már Szabin vagyok. Körülbelül 3-an horgáztunk, vagy 4-en, abból 2-en innen szemből el is mentek, mert kb. Fogtak 2 keszeget. Én eredményes voltam, örülök ennek a napnak. Nézzétek az előző Angliában horgászom című videóimat, illetve nézzétek a Blond Cow Brothers videókat, ahol öcsimen horgászom Magyarországon. Nézzétek a Fishing School-t a Facebookon, írjatok, posztoljatok, kérdezzetek.
legközelebb jelentkezem. Sziasztok!